Hello, Tamás. Szia. Adi. Most ez a dolog meg lett beszélve, mert ugyanis egy meglepetéssel készülünk. A Horváth Viktor? Ő kereste meg Tamást, és megbeszéltük, hogy egy régi volános buszos kollégámnak, Pista bácsinak a 80. születésnapjára meglepjük egy kis ilyen 256-os szoftrancos kirándulásra, és találtam régi fotókat is az ő buszáról. Ő már 80 éves, és már jó pár éve elment a volántól nyugdíjba, és a Viktorunk pedig meglepjük az öreget egy kis születésnapi kirándulással, hogy mi lesz, hogy lesz, nem tudjuk. Induljon a kamera, induljon a busz, mindjárt beindítom a buszt, és akkor megyünk. Mert 11 órára van megbeszélve. Egyébként hideg idő van, szombat van, most azért van ilyen csend élet itt a telepen, úgyhogy most ünnepizzünk. Pöccintéssel indul a busz. Levegőt termelünk. Megy a kályha. Sokak áldal imádott 256-os, a szoftrancos. Pető Balázs legendás filmjét csinálta. Találtam itt régi fotókat egyébként. Itt a régi volános időszakból. Ezeket a fotókat Hornyák Laci bácsi, Pista bácsinak a testvére gyűjtette össze, de ő már meghalt. Tehát nincsenek már köztünk, és köztem van az ő fotója is, majd megnézzük őket is. Itt is van egy-két fotó, hogy azt is megmutatom. Úgyhogy termeljük a levegőt, és akkor megyünk. Oh, my God.
Egy moszkvai járatot bevállalnánk egy tényleg. De lassan, lassan menjen. Menjél lassan. Lassan fog tiszta vele. Már kettő gyorsan. Nem, nem, gyorsabban, lassabban. A lába nem érjen fel. Béke állat! Gabi, meg betüzel nekünk? Amikám tüzeljél. Régi farmotorosok legalább egy kicsit osztalgiázik. Tényleg? Itt van? Régi van farmotorosok? Van? Igen. Hát abban jártam 10 évet legalább. Legalább 10 évet. Most újítjuk fel. Most újítjuk fel? Igen. Aha, jó van. Hát ilyen helyen. Kicsit kicsit. Villany kapcsolja. Mindjárt bekapcsoljuk a villanyt. Ámti, ezt menj a legkisebb felé, mindjárt alakul. Ah, ez nem ilyen. Kicsit ez. Ez úgy lett, mint a kicsit. Hát ez szép. Ez gyönyörű, ezért ez komoly. Hát, hogyha elkészül, akkor Evelős megyünk egy kört. Mert tavasszal egyébként már kész kell, hogy legyen. Értem. A motorját most csináljuk a másik műhelyben. Aha, értem, értem. Jó. Hány évig járt? Hát ilyen, mert 10 évet, legalább 10 évet. Ha nem, még többet. Micsoda, hányból kezdted buszodni? Hát én 64-ben. 64-ben kezdtem. Mi volt az első busz, ami? Jobbkormányos. Autóbusz. Egy évig. Jobbkormányos. Tehát nem is tudom. Az a 60-as volt, vagy nem? Nem, 30, ikonos, 31-es. A Tiszai pályaudvarú jártunk a Vadzsárba, három műszakot. Mert a vonat le volt zárva a Tiszai tó a gyárig, mert ott vonatjárat volt. És miért jobbkormányos volt? És akkor egy évig busz, volt 30 ilyen kisi karusz, azzal jártunk, ja, három műszakban. Tudod még, hogy jobbkormányos, mert 49-ig Magyarországon is. 49-ben álltunk át. Ide vitték volna olyan helyre, ja, ahol jobbkormányos közlekedés van, csak nem vitték át, és akkor rajta maradt Magyarországon 30 vagy 32 busz. Ilyen jobbkormányos, 30 éves volt. Aha. 3-11-es nap. Mert azt mondja, 49-ig itt is a másik oldalon. Igen, tudom. 3-11-es volt, igen. És utána? Hát utána kezdtem eljárni már. Amikor annak vége lett, 65-ben már jártam, akkor voltak már ezek a farosok, még volt 557-es, azt láttál papíron, de nem találkoztál annak. Mondja, hozom a fényképeket, hogy még megnyitok. Azok ott. Na, ezek a fényképeket, igen? Erről maga nem is tudod. Igen? Mert nem. Ezek a testvére gyűjtötte össze. Igen, Laci. Igen, valamikor? És őtőle kaptam ezeket a képeket. Értem. És most meséljen már nekünk erről, aha, hogy mert ezeken főleg ő van, igen? De hogy akkor igen. Egy kicsit itt átadom ezt a dolgot. Egy kicsit igen? Úgy, hogy... Na. Hát ez volt az, ez valkulmányos, ez Ikaris 31-es, igen, ez is az. Meg Elekelemér is járt. Igen, ez 602-es. Azzal nem jártam. Ez is 602-es. Na ezzel már jártam, ilyen panorámással.
ez volt. Panorámával abban jártam. Ez szerintem pót ide. Ez pótkocsi, szerintem, nem? Igen. Na, ez a 630-as. Igen. Van olyan, hogy 630-as, de csuklósra jártam, igen, abban jártam 10 évig, akkor... Ez nem? A fakarusz, nem? Nem, igen. Igen, fakarusz volt, igen. Ez meg a pótkocsis. Na, ilyennel jártam, hát nem sokáig váltottam elemér vagy. Egy jó pártról váltottam, a Micskószra jártunk vele. Abban. Ez egy buszsofőr kollega van rajta, barna. Aha, aha. Hát tudtam, hogy személyen elhoztam, hogy is jobban láttam volna. Na, ez faros? Ez szép, ez a faros. Ezen kik vannak? Vannak itt? Hát ugye nem látom, személyek nélkül nem mondták. Kovács Karcsi. Add majd, majd látom meg. Nézd, ezen meg Kornyák Laci bácsi van. Na, ő ilyennel kezdte itt valamikor. Ez fakarusz. Igen. Ez fakarusz, de mikor a volához kerültem, még 3 hónapig azon is ültem, 3 hónap. Ez is 630-as. Na, ez... Ez a Laci lesz, mert többi az a Miskolci kollégám. Hát ezzel az 5-5-összel jártam. Nem emlékszem Lacival. Nem. Pótkocsissal jártam. Ez is 55-ös, ezzel is. Még Fodor Jancsit láttam itt. Aha. Csepel. Na, itt, ja, itt a pótkó, igen. Csuklós. Csuklós, igen. Csuklós, igen. Uradjam a szemem együtt esetleg. 630 a csuklós. Ez jobb valamivel? Hát, nem sokkal. Nem sokkal. Semmivel. Nem sokkal. Visszaadom, nem, mert nem látom. Nekem meg ez jó. Na, ez egy régi 31-es. Ez is. Itt már. Ez a Miskolci telepen készült. 630-as, az látom, a telepen volt. Na, ez volt a ide. Ez 31-es. Ez is 31-es. Ez 630-as. Hát itt ezek igen pókocsisok, nem? Nem, ez 556-os. 556-os, nem látom, hogy nincs egy saj. Na, ez akkor jártam, 556-ossal jártam. Azzal is, ezzel is ilyen színessel is jártok. Ezt nem tudom, nem látom rendesen. Na. Hát ez a sárgák már, akkor abban is jártok. Milyen szép. Jó. Igen. Na, Cseppel. Na, mindjárt végül. Kinézzük a régi fényképeket, mondja, még kicsit a ez is csak a szemüveget. Ő gyűjteményéből van egyébként a Laci bácsinak. Igen, régi, nagyon. Ez neki gyűjtött. Ő kapta tőle annak idején. Cseppel. Ez valami emeletes búzik. Igen, hát ez egy fotógyűjtemény volt. Igen. A sárga villamosod nincs rögzítve. Hát ez mind egy kettő 56-os. Igen. Jó. Hát ez egy katonai Cseppel. Ebbe kezdtem én. Ezen, igen. Na ez az. Nem tudom, na van vége lesz mindjárt. Na. Azt mondja, hogy csuklós az, hogy jártam. Én voltam azt a testvérem, hogy csináltam. Kulturálban, az Eur egy terembe be voltak. Minden jó helyen vannak a fényképek. A legjobb fejem. Minden jó helyen vannak. Mi vannak a szép sorba. Legjobb fejem. Ott vannak. Aha. Ezek milyenek? Nem is látom. A kép hátulján van, azt hiszem, több infó. Aha, mindegy. Mutasd ezt a folytatni. Hát van egy képen olyan, hogy... Ez még háború előtt. Kék színbe van. Anti. Ezek háború előtt. Ilyen is, ide. Azt hiszem, pótkocsis. Aha. Ez a kép megvan? Megvan, majd odaadom neki. Majd elkérjük az a fotóra. Ez háború előtt a típus kocsi. Erre emlékszik Pista bácsi? Hát erre emlékszik, amikor át lett festve minden így. Erre emlékszik, hogy ne, hát persze. Hát bizony. Na jó. Hát egy festve? Igen. Hát ez egy... Hát majd, mondom, találok olyat, akkor adok. Jó. Visszaadjuk csak azt a képet, hogy meg legyen. Na. Na. Van még itt régi 66-os is. Aha. Megnézi? Hát, nézzük meg. Az hol van? Itt van az utolom. Itt van az utolom. Megnézzük. Majd jövök Pista valami, hogy jelessem, mert nem látom. Na itt a 66-os, itt van. Ilyennel jártam, ilyennel is jártam sokáig a gyárgépnél. 68 szó, egész 78-ig. Hát akkor már volt 55-ös faros is közben. Igen. Ez Kaposvolántól jött ide.
Hát szeretném mindenféleképpen megcsinálni. Hát ez jó lenne. Igen. Meg ő egy 55-ös, ami Csehországból jött vissza. Aha, aha. Tehát ez az eddigi információ szerint a világ legöregebb 55-ös ikarusza. Ez a legöregebb, igen, és igen. Akkor szeretnéd. Hát igen, ez két ikarusza. Hát, igen. Ezt már csak mi tudjuk megcsinálni. 200-asból van tömkelegével. Így a magyar járművekből összeszedtem egy pár darabot, aha, hogy aha. Megmaradjon. Hát persze, jó. De hát már sok ez már most, hogy valamiből elkészüljön, most abba kéne hagyni minden más, hogy ezt tudjuk csinálni. Hát igen, igen. Évekig lenne munkát, most már nem olyan be újra. Csak hát valamiből meg is kell élni. Mi újság a melóval? Hát most jelenleg három projekten dolgozunk. Van ez a postabusz. Hát a két tengely között a fenékvázat felújították, állítólag, de abból nem lesz semmi. Egy kicsit Nikiéket, úgy hívják a busznak a tulajdonosát, hát kicsit megvezették őket, úgyhogy most ilyen szükség szerinti vázjavítás, az ő igényik az, hogy legyen egy kiváló műszaki állapotú autóbusz, tehát minden, ami rohadt, mindent kivágunk belőle, visszabontunk, megcsináljuk, kap egy teljes alvázvédelmet, egy teljes üregvédelmet, egy kábel, köteg, kábel, felújítás, és jelenleg Gyűj bácsi is szedi össze ezeket a kábeleket, méri ki, tehát össze volt itt vagdalva minden, összevágták, tudtam szerezni hozzá új díszléceket, gumival, feszítővel, az ülések újra lesznek kompletten kárpitozva, kap teljes belső fényt, külső fényt, a motorja fel lesz, rendben lesz téve, tehát állítólag működik a motorja, és utána ennyi az a dologgal. Faros? A faros? A farosnak a motorját, gyere, a motorját nem mutatom. A faros a motorja, hát azt... Nagyon, az annyit kell tudni a farosnak a motorjáról, hogy maga a konstrukció az osztrákoktól vették meg a második világháború után. Igen, ezzel ki lettek mérve. Az volt a gond vele, hogy a blokk egy kicsit némiképpen tehát központba kellett fúrni a főtengelynél, akkor a hüvelynek a fészkeit utólag megbarkácsolták, megfúrták. Így a kompresszió viszony, a sűrítési viszony megváltozott. És nem egyformára fúrták, úgyhogy a hüvely alá kénytelenek vagyunk egy ilyen hézagoló alátétet legyártani. Azt úgy tudtuk összehozni, hogy össze lehet rakva előzetesen, ollommal, sűrítés mérve. Tehát elég, van itt egy ilyen készülék is egyébként valahol, amivel lett mérve, úgyhogy most a dolog úgy áll, hogy mint látjátok, század pontossággal be lett állítva a hüvely, és így ezáltal minden egyes kompresszió most tulajdonképpen azonos lesz. Nagy volt az eltérés, egyébként egyenletlenül jár. Sok pepes munka van vele, de viszont megéri, mert az egyik cégnek is megcsinálták a farosában a motort, és utána meg biztos kiment állítani, utána lett jó. Hát most mi először mérjünk, utána csináljuk meg, hogy jó legyen, mert nem akarok menni Németországba javítani. Hát szeretnénk, hogyha e-hónap végén már ez a motor járna egyébként. És most a postabusznak a vázjavítását hamarosan elkészül, utána pedig belállunk a farosba. A Rábás Gabónak a villamos kötegét Imi bácsi három rábából másolja át, úgy építi össze. Hát már remélem, hogy jövő héten már melegebb idő lesz, úgyhogy megy a szemcseszórás. Meg utána a fülkét is lakatoljuk. A kárpitos munkák azok folyamatban vannak hozzá, tehát csináljuk. Fűteni kell, még szombaton is a mínuszokat le kell győzni, mert könnyebb, tehát ma is dolgozunk egyébként. Nyomjuk a hipot. Ha hideg van, tüzeljetek,
és ha pedig nézni akarjátok a következő rész, hogy hagyjatok a tűzre, iratkozzatok fel, és nyomjátok a gulombot. Sziasztok!